Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőik. Nos, kedves nézőink, eljött az a pillanat, amikor nem csak Székesfehérvár új imásfilmjében fogjuk látni a Balettszínházat, hanem élőben is rövidesen, vendégem pedig Egerházi Attila, a színház igazgatója. Szervusz, örülök, hogy itt Szervusz, köszönöm benne. Szépen a meghívást. És nagyon örülök, az imásfilm egyébként Pazar, amiben szerepet játszanak igen, a balettművészek is. No, de hát nem erről beszélünk, hanem egy kicsit még menjünk vissza a koronavírusra, hiszen az már eldőlt, hogy... Remélem nem kell majd visszamenni rá, csak mint emlék. Így van, hogy a jövő évben pótoljátok a vírus miatt, kimaradt a vírushelyzet miatt kimaradt előadásokat, tehát ez a Homokrajzok, Rómeó és Júlia és az Aladdin darabokat érinti. Ugye azt is tudjuk, hogy utalványra is lehet váltani, és ezt július 20-áig kellett megtenniük a közönségnek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt két esztendőt, ha nézzük, akkor biztos, hogy mindenki már nagyon várja, hogy ismét láthasson benneteket. De hát azért hosszú kényszer szünet után újra találkozhatunk, és vágjunk is bele, én azt mondom, hiszen fantasztikus új dolgok vannak születőben. A kedves nézőink már tudják, hogy beszámoltunk arról, hogy Kápolnásnyéken mertek nagyon nagyot álmodni, és a Vörösmarty Emlékház mellett felesége és múzsája nevével fémjezett Csajági Laura színpad megnyílt. Ugye az első darab az stílszerűen egy fantasztikus dráma volt, de aztán jött Charlie, és természetesen lesz balett is, és ezzel már is belevágtunk, hiszen Kelemen Istvánnal, a Csajági Laura színpad igazgatójával, a Vörösmarty Színház színművészét, ugye a nézők is ismerik, arról beszélgettünk, hogy próbálják azt megvalósítani, hogy a magyar kultúra, a színházi kultúra a valamennyi szegmensét nívós darabokkal bemutassák, és így kerül sor, tehát így lesz a Székesfehérvári Balettszínház fellépése is. Kezdjük talán ezzel. Igen, jól mondtad, hogy a magyar színházi szféra, hiszen amit mi képviselünk a színház, táncszínház, egy önálló szegmense a színházi szférának, és nagyon megtisztelő számunkra, hogy a nyitó évben mi vendégei lehetünk ennek a csodálatos helynek. Maga a hely is csodálatos, és nagyszerűen építették meg a színpadot, úgyhogy nagy várakozással tekintünk elébe ennek az augusztus 15-én, ezt hangsúlyozni szeretném, augusztus 10-én este azt hiszem 8:30-kor kezdünk. És ez egy nagyszerű színpad, mint mondtam, majdnem, hogy végig tudtam követni az építkezést, többször kint voltam, és tényleg a végeredmény csodálatos lett, nagyon jó használható színpad, és táncra is nagyon alkalmas, olyan a padlózata, erre is figyeltek, és nagyon bízom abba, hogy ez a kezdete csak egy sorozatnak, hiszen ez lehet, és remélem, hogy lesz is, a nyári játszóhelye, egyik nyári játszóhelye a Székesfehérvári Balettszínháznak. Mit fogunk látni? Hiszen azt tudjuk, hogy a művészkorzó keretein belül azért láttuk a balettművészeket, hála Istennek teszem hozzá. Mennyire sikerült visszahozni, formába hozni, hiszen nagyon sok minden kell ahhoz. Nyilván, hogy felelősségteljes művészekről van szó, tehát karbantartás folyamatos, az megvolt. Folyamatos karbantartás volt itt a járvány, vagy az a járvány időszak alatt, és mint minden más balettársulat, mi is online dolgoztunk, tehát a táncosok otthonaikba. Gyakorlatokat tartottunk online, tehát karbantartották magukat, de hál' Istennek most már jó ideje dolgozunk, visszatértünk, amint lehetett a balettterembe, és a próbák is megkezdődtek, és itt párhuzamosan folynak a próbák, egyrészt a repertoár azon darabjai, ami ugye a Csajági Laura színpadon augusztus 15-én lesznek, ez Bolero, Blablabla és Zárt függönyök, nagyon izgalmas produkciók, és színes összeállítású a program, tehát minden korosztályt megszólít, illetve augusztus 16-án nagyon fontosnak érezzük, hogy részt vegyünk a királyi napokon, ugye most egy szűkített program, de mégis lesz, az Icsiligetben, rögtön másnap. Itt a Bolerót és az Zártfüggönyöket fogjuk előadni, és gondolom a következő kérdésed az lenne, hogy akkor mit hoz a jövő, hát a legelső bemutató. Nem, még egyelőre még ez maradjunk nem? A királyi napoknál. Igen. Attila, még pedig azért, mert a királyi napok nagyon fontos. Tehát bizakodóak rendkívül vagyunk fontos természetesen, hogy lesz királyi napok, jelen esetben lesz. De hogyan lehet erre felkészülni, és beszéljünk erről a darabról, amit bemutattok. A királyi napokon nem mutatunk be darabot, ott a repertoáron meglévő darabok, hiszen azért akartam azzal, vagy szerettem volna folytatni, hogy a következő bemutatónk az majd csak októberben lesz esedékes, tehát a színházi szezonban, a Vörösmarty Színházba. A királyi napokon a Zárt függönyöket adjuk elő, és a Bolerót. Szerintem még nagyon sokan vannak, akik ezeket a darabokat nem látták, főleg egy ilyen impozáns környezetben, mint amilyen az Icsiliget.
De az új bemutatóra, ami szintén már elkezdtünk készülni, ott megint csak egy vendégkoreográfust hívtam meg, nem is akárkit. Talán akik picit ismerik, vagy jártasak a táncszínház életben, ma az egyik legkeresettebb, a világon az egyik legkeresettebb koreográfus. Alexander Ekman, ez az ő darabja, és neki van egy betanító, a darabnak egy betanító balettmestere, egy holland származású, de Barcelonában élő és dolgozó balettmester, egy nagyszerű balettmester, ő fogja betanítani a darabot, ő a Matilda von Mehrendorf, régi kapcsolatunk van, ez is segített abban, hogy megkaphattuk ezt a darabot, ez egy nagyon exkluzív dolog, azt tudni kell, hogy Magyarországon a Magyar Nemzeti Baletten kívül senki nem játszik, és nem kapott Alexander Ekmantól koreográfiát, tehát nagyon megválogatják, hogy kinek adnak, és ez egy értékmérője az együttesnek, azt gondolom, egyfajta értékmérője, illetve ezzel a darabbal mi még inkább ki tudunk lépni a nemzetközi porondra is. Úgyhogy ennek presztízs értéke is van, és egy nagyon jó értelmet őrült darabról van szó, tehát egy nagyon dinamikus, nagyszerű darabról, de ezen az esten belül egy felvonásos balett, egy 25 perc időtartamú, erőteljes darab, és két másik darab is lesz, a fő címe az esnek Carmen, No Man Is Omen, ez a záródarabja, ez lesz a záródarabja az esnek, ez az én koreográfiám, ez egy 45 perces bizé átirat Shedrintől, táncsuite, egy hihetetlen dinamikus verziója Bizé Carmennek, ez egy történetmesélő darab, és egy másik darab, ami én a koronavírus időszakra ettől az időszaktól ihletve készítettem Aritmia címmel, ez lesz az est harmadik darab, és ez október 21-én lesz a bemutatója a Vörösmarty Színházba este 7 órakor. Hogy sikerült meggyőznöd Ekmant, hiszen, és Matildét? A kvalitással, semmi mással. Őket nem lehet meggyőzni, nem lehet pénzért megvenni, nem lehet baráti alapon, csupán baráti alapon, vagy pusztán baráti alapon megvenni egy limonádéval, vagy egy üveg viszkivel. Ez nem így működik, itt a kvalitás beszélt, és ezért is mondom, hogy értékmérője a társulatnak, mert tényleg csak olyan társulatoknak adnak, akik ezt a darabot nem, hogy el tudják táncolni, hanem olyan színvonalon tudják, ráadásul exkluzív szerződést tudtunk velük kötni, tehát tudjuk vinni a világ bármely tájára, ez meg külön öröm, hiszen ezek az ilyen színvonalú, a világ élvonalbeli koreográfusai nagyon sok esetben, és a legtöbb esetben csak úgy adnak koreográfiát bizonyos együtteseknek, hogy országhatáron belül adhatják elő, tehát mi exkluzív szerződésre. Ezzel folytatjuk, viszont kell, hogy beszéljünk arról is, hogy a Vörösmarty Színházban, ugye, bejelentették, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma továbbiakban támogatja a Vörösmarty Színházat, és mellékszálként pedig megemlítették, hogy természetesen ebből a 485 millió forintból jut a Balett Színháznak is, ugye ez természetes. Mert hogy tegyük hozzá, hogy az a költségvetés, ami a Balett Színházé, az alig 100 millió forint, ugye, mint tudjuk. Valamivel több mint 100 millió forint. Ez nagyon-nagyon fontos lépcső, annál is inkább, hiszen a óriási hátrányt szenvedett Magyarországon a kultúra ezekben az időszakokban. Tehát minden értelemben a pandémia idején. Én azt gondolom, hogy a művészek, a társulatok, a benne élő művészek, a rendezők és a közönség is természetesen, de aki ezt igazán megszenvedte, az maga a csapat, a közösség. Így van, ez egy nagyon-nagyon fontos támogatás, nem is mellékszál a mi esetünkben, hiszen rendezi a viszonyunkat a Vörösmarty Színházzal, hiszen megvannak azok a források, amik biztosítják azt, hogy onnan abból az ő költségvetésükből ne essen ki bevétel, amikor a Balett Színház a város kulturális intézményeként ott fellép a város színházában. Ezt nagyon jó érzékkel érezte az állam, és megint csak azt mondom, hogy ez egyfajta értékmérője a társulatnak, hiszen ezt ki kell érdemelni. Komolyan veszik a balett társulatot, mind Székesfehérváron, mind országos szinten, és ez bízom benne, hogy az első lépcsőfoka annak, hogy komolyabb támogatásokhoz jussunk, hiszen mi még előbe nézünk a minősítésnek, ami majd 3 év múlva lesz esedékes a jogszabály szerint. Erre is készülünk, hiszen ha minősített társulat leszünk mondjuk a zenekarhoz képmérten, akkor alanyi jogon, úgy mondhatom, hogy alanyi jogon jár állami támogatás is a társulatnak, ezen dolgozunk.
Úgyhogy ez egy nagyon fontos első lépés, és én ezt nagyon üdvözlöm. Igen, hát a minősítés fontos, ezt megtapasztaltuk, amikor az Albarégia Szimfonikus Zenekar kapcsán Major Istvánnal erről számtalanszor beszéltünk, hogy ez egy olyan következő lépcsőfok, ami nyilván nem a kvalitásokon múlik elsősorban, hanem azon is, de azon, nem, azon nem is múlik, azon. De az megvan, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy a működtető, tehát a helyszínek tökéletes állapotban legyenek, ha úgy tetszik. Így van. Az a kapcsolatrendszer. Egyáltalán legyenek. Így van, és egy olyan városvezetés is kell ehhez, amely teljes egészében tudja támogatni. És ha már a támogatásnál tartunk, itt gyakorta felmerül a kérdés, hogy mire van szüksége a balettművésznek. Hát az emberek többsége, aki nem figyel oda a kultúrára, és nem figyel oda, ami körülötte zajlik, az azt mondja, hogy nem kell csak egy jó koreográfus adott esetben, némi tehetség és egy színpad. Nos, hát én az, aki így gondolkodik, az én azt hiszem, hogy tévhitben él, hiszen kell hozzá olyan infrastruktúra, és kell egy, ami a legfontosabb talán, a biztonság. A biztonságot pedig tetszik, nem tetszik, az otthon jelenti. Magyarországon és minden városban, akár a kis tanyáktól Budapestig. Pontosan. És itt fellobbant, fellángolt egy vita, nem tisztem, hogy hosszasan erről beszéljünk, mégpedig a balettművészek lakhatásáról. Én azt gondolom, hogy tegyük ezt rendben így, mert hogy meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy azok a balettművészek, akik estéről estére egy új műfajt teremtve szórakozást nyújtanak a színházrajongó közönségnek, megérdemlik azt, sőt, alapvetés, hogy olyan otthonban induljanak el, ahol tudnak pihenni. Tehát egy tisztességes otthon, ami azt gondolom, hogy minden embernek kijár, és egy művésznek feltétlenül. Igen. Kicsi hosszas volt a bevezetőm. Igen, megpróbálok röviden rá válaszolni, hiszen azért egyszerű a téma, de és alapvetéseket érint, valóban alapvetéseket érint. Hát elmondtad, hogy mi minden kell, vagy utaltál, hogy mi minden kell egy kulturális intézményhez és egy balettszínházhoz, nagyon sok minden. Most ez a műsoridő nem elég, hogy felsoroljam, hogy a háttérben mennyi mindenre van szükség. Ezen mi folyamatosan dolgozunk a városvezetéssel, és sikeresen azt gondolom. Lépcsőzetesen haladunk. Ami alapvetően kell, sok minden mellett, az a társulat. Tehát táncművészek kellenek. Mégpedig nem is akármilyen táncművészek, hanem remélem a világ élvonalbeli szintjének megfelelő táncművészek. Ez a társulat, mint minden más hazai és külföldi társulat nemzetközi összetételű, hasonlítom itt akár egy bármelyik sportákhoz. Természetesen magyar táncművészekkel, táncművészekünk is vannak, de a magyar táncművészek sem székesfehérváriak. Én most már jó magam az vagyok, székesfehérvári lakos, saját ingatlannal rendelkezem, mert én letelepedtem Székesfehérváron, de ezt nem minden táncművész tudja megtenni és engedheti meg magának, viszont nekik is ugyanúgy az otthonuk a Székesfehérvár. Tehát nem átmenetileg élnek a városba, hanem a műfaj eredetéből adódóan is, ugye reggel 10-től balettrúdnál állnak, egész nap próbálnak a 7-6 napján, tehát ők még a színészekhez mérten sem tudnak ingázni. Ez talán handicapja, meg előnye ennek a művészeteknek, ők valóban a közösség részei, tehát nekik otthonuk a város, és ezek a táncművészek, hogy ne veszítsük el őket, megpróbálunk nekik segíteni közösen a városvezetéssel, mint egyébként minden más város is, aki megteheti, megteszi Magyarországon és a világon is. Tehát ez az, hogy bizonyos lakások, amik a város tulajdonában vannak, vagy az önkormányzat rendelkezik velük, kiutalásra kerülnek táncművészeknek azért, hogy ők nem átmenetileg mondjuk egy munkásszálláson, mert az nem arra való, hogy életvitelszerűen éljenek ott, hanem időszakosan a városban, adott városban dolgozó emberek szállásbiztos, és ez lehet egy hónap, két hét, fél év, stb. Ők itt élnek életvitelszerűen, és szolgálják a várost, ők közszolgák, és ez nagyon megtisztelő számunkra, és felbecsülhetetlen értékű segítséget jelent, hogy a város, az önkormányzat segít azzal, hogy a birtokába tulajdonban lévő lakásokat kiutalja. Egyébként ez nem csak a Székesfehérvári Balettszínház esetében van így, hanem nagyon helyesen, hanem minden más kulturális intézmény esetében vonatkozik ez a színházra, a zenekarra, talán nekik még több lakásuk is van értelemszerűen, hiszen régebb intézményekről van szó, sokkal nagyobb művészállománnyal rendelkeznek, de ahhoz mérten, tehát hogy nagyon sok lakásról azért nem kell gondolkodni,
okozni, de ez is nagyon nagy segítségünkre van, nagyon köszönjük, és nagyon segít abban, hogy kvalitásos táncművészeket, akiknek egyébként magyarországi viszonylatok között rendezett a fizetésük, de mégsem olyan mértékű, hogy ha ők a piaci áron véve, ami elég magas Székesfehérváron, budapesti árakat kell majdnem, hogy érteni alatta, ők ha azt kifizetik, akkor már nagyon erőteljesen és megérezhető módon csökken az életszínvonaluk, tehát az az összeg, ami marad ugye a zsebükbe, hogy egyáltalán élelmiszer és bármi másra költsenek. És ez előbb-utóbb magába hordozza azt a veszélyt, hogy vagy elveszítjük ezeket a táncosokat, vagy pedig ugye a romlott életszínvonalukkal romlik a teljesítményük, hiszen mentálisan, fizikálisan és mindenféle szempontból nagyon igénybe vannak véve ezek a táncosok. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Annál is inkább ez fontos kérdés, hiszen számtalan műsorban beszámoltunk arról, hogy milyen üdvözlendő az a történet, amikor látjuk, hogy a táncosok, a balettáncosok igyekeznek megismerni Székesfehérvárt. És Székesfehérvár igyekszik megismerni őket azzal, hogy itt élnek a városban, ami számomra alfa omega az, hogy egy társulat, főként egy balettársulat, az itt éljen a városban, és meg lehessen őket szólítani az utcán, mint ahogy meg is szólítják őket az utcán, mint ahogy oda lehet menni egy kávézóba hozzájuk, mint ugyanúgy, mint a sportolókhoz, meg lehet kérdezni művészetről, más dolgokról. Ezek nagyon fontos építői az adott közösségnek, nem csak a balettársulatnak, hanem a közösségnek. Igen, hát egy ilyen műsorban elsősorban mindig a balettszínház művészi terveiről szoktunk beszélni, de azt mondom, hogy a szerves része ennek. Ez nem lehet szétválasztani tőle. Így van. És ha már itt tartunk, akkor szintén nagyon fontos, hogy a társulat összetétele most mennyire ideális, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy némiképp változott, és azt gondolom, hogy kezd már elindulni az a folyamat, ami aztán elvezet a későbbiekben a kiemelt szinthez. Az, hogy mi ideális és mi nem az életben és egy társulatban. Kérdezem így. Én nagyon meg vagyok elégedve a társulat, és ezt nem hivatalból mondom, mert ezt kell mondjam. Nem, valóban most nagyon erős lett a társulat, egyre bővül az a mag, ami egy állandó magot jelent. Minden társulatban van fluktuáció, így nálunk is, de ez a fluktuáció egyre csökken. Nő tendenciát mutat. Ez azért jó, mert azok a táncművészek, akik minél tovább maradnak velünk, annál jobban össze tudnak kovácsolódni, és magasabb művészi értéket tudnak felmutatni. Nagyon erős társulatról beszélünk, elmondtam az előbb az értékmérőjét, ez önmagáért beszél, azt gondolom. Nagyszerű művészek, nagyon érzékeny művészek, tánctechnikailag nagyon képzettek, úgyhogy én teljes mértékben meg vagyok elégedve azzal az úttal, hiszen ez egy fejlődési folyamat, mi még nagyon az elején vagyunk, hiszen másfél éve működünk, de ez alatt legalább 4 évet érzünk, hogy teljesítettünk, de ez így van rendjén, ez így van jól, hiszen én azt ígértem, és azt a célt tűztem ki magam elé, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, ami persze megjósolhatatlan, én ezt megerősítem, ezt a társulatot, ismertté teszem, ismertté tesszük, hiszen többen dolgozunk ezen. Úgyhogy ezen az úton mi nagyon jó tempóba haladunk. Ugye beszéltünk a távlati tervekről, legalábbis ebben az esztendőben, de azt nagyon jól tudjuk, hogy te magad is tudsz hosszú távban gondolkodni. Mit hozhat a jövő? Tehát most illúzió azt hinni, hogy ez valószínűleg megvalósul, de szerintem megvalósulhat, de a későbbi jövő. Tehát milyen elvek mentén építed ezt a csapatot magad köré? Nekem céljaim vannak, jövőlátó nem vagyok. Célok vannak, és részcélok, tehát rövid távon is kell, hogy gondolkozzak, és hosszú középtávon és hosszú távon. A rövid távú céljaink messze menőleg a vártnál jobban megvalósultak. Nagyon beleszólt ebbe a Covid, és remélem, hogy ez a járvány ez nem fogja megakasztani jobban, de hát ez nyilván nem csak a mi esetünkben van így, de nyilván egy induló kezdő társulatnál ez még erőteljesebben megérezhető, hiszen a tradíciókat meg kell teremteni. Azok még nem nincsenek a fegyvertárunkban a tradíciók, amik átsegítenek egy ilyen nehéz időszakon, nekünk ez újraépítést jelent. Tehát egy ilyen járvány után ez egy szinte újraépítés jelent a közönséggel. Ezt nagyon minden művészeti, előadó művészeti társulat megsínyli, hogyha elveszíti az élő kapcsolatát a közönséggel, főleg egy fiatal társulat. Én a jövőben azt remélem, hogy minél több vendégkoreográfos fogok tudni, megengedhetjük magunknak, hogy meghívjunk. Minél színesebb legyen és szélesebb az a paletta,
amit a közönség elé tudunk vinni. Minél erőteljesebb legyen az együttes, mind művészileg, mind tánctechnikailag, és minél több előadást tudjunk tartani, elsősorban Székesfehérváron, ez egy nagyon komoly terv, és minél több környező településen, illetve külföldre minél többször eljussunk, és hát ugye a nagy terv, az álom, de hát ez az álmok meg szoktak valósulni, hogyha dolgoznak rajta, persze nem a szél fújja oda, azon sokat kell dolgozni, hogy legyen egy állandó helyünk, ahol mind az iroda, mind a balettársulat, tehát a próbaterem, próbatermek egy helyen vannak, ami nem bérlemény, hanem a balettszínháznak az állandó otthona, illetve egy állandó játszóhelyünk a Vörösmarty Színház mellett, hogy minél többet tudjunk játszani majd az állandó játszóhelyünkön, ez nyilván érinti a zenekart és egyéb rendezvényeket, illetve más társulatokat is, akik esetleg a városba látogatnak, de elsősorban a zenekar mellett a balettszínházat. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy ez belátható határidőn belül teljesülni fog. Én pedig a közönség nevében, hiszen a közönségnek meg kellett tanulni a balettül, ha úgy tetszik, és úgy tűnik, hogy jó úton jár a székesfehérvári Abszolút. Közönség, és hát bizakodó vagyok. Hát akkor ismételjük meg itt a végén, tehát először augusztus 15-én 20 óra 30 perckor Kápolnásnyéken a Csajági Laura színpadon, aztán folytasd. Augusztus 16-án Zicsiligetbe királyi napok keretében lépünk fel, és aztán pedig a... És Alexander Ekman, Carmen, a Szeszély, Maté de Vendel, Méredork. Tehát egy nagyon izgalmas egy és nagyon színes est, és bízom benne, hogy minél többen el tudnak látogatni. Én pedig azt tudom ígérni a kedves nézőknek is, hogy természetesen méltó módon beszámolunk valamennyi előadásról, és köszönöm szépen, hajrá! Nagyon szépen jó köszönöm. Jó munkát, lesz dolgotok bőven. Igen, köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A fehérvári beszélgetésekben Egerházi Attila volt a vendégem, a Székesfehérvári Balett Színház terveiről beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.